A mai napon vette kezdetét a 18. alkalommal megrendezett Kópra Rally. Jelentősen nőtt nyáron a Kecskeméten töltött nemzetközi vendégészakák száma. Svájci Magyar Üzleti Fórumot tartottak a Neumann János Egyetemen. Jó estét kívánok! Önök a Kecskeméti Televízió híradóját látják szerdán 19 órakor. A Coop üzletlánc a hazai élelmiszertermelés elkötelezett támogatójaként a korábbi évek hagyományait követve immár 18. alkalommal szervezte meg a minőségi magyar élelmiszer előállítást és termékeket középpontba állító Coop Rallyt. A ma kezdődött kétnapos szakmai program és verseny Kelet-Magyarország gyártóival és forgalmazóival zajlik. A Coop Hungary ZRT beszállító partnereivel összefogva ismét szeretné felhívni a figyelmet az ország élelmiszeriparának értékeire, a hazai gyártás megtartásának és erősítésének szükségességére. A mindenünk a hazai szlogán alatt a cél a tradíciókra épülő korszerű és versenyképes élelmiszer előállítás bemutatása, idén Kelet-Magyarországra fókuszálva. Ahogy Szemereinél Pataki Klaudia polgármester is elmondta köszöntőjében, a mi hazánk, a mi értékünk, a mi tulajdonunk és a mi általunk előállított élelmiszerek azok meghatározóak, és azok világszínvonalúak, és hisszük mindannyian, hogy a legjobbat készítjük, és a legjobbat tesszük sok-sok ember asztalára. A ma indult rally rajtja az egyik legkiemelkedőbb hazai élelmiszeripari szereplő, az Univer ZRT Hetényegyházi üzemétől indult, a sajtótájékoztatót követően, ahol a kecskeméti polgármester mellett köszöntötte a résztvevőket többek között dr. Nobilis Márton is, az Agrárminisztérium élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkára. Boldogok vagyunk, hogy itt Kecskeméten az Univernél kezdünk, aki egészen a kicsiktől a nagyokig, hiszen a bébi ételtől az erős pistáig lefedi a piacot, ráadásul van egy olyan szegmense a majonéz, ahol 70%-os a piaci szereplése, ez is azt mutatja, hogy szükség van olyan nagy szereplőkre, akik képesek mind a hazai, mind pedig az exportiparban jelentősek lenni. Hálásak vagyunk, hogy itt vannak velünk az olimpikonjaink is. Az államtitkár mindkét nap a rallival tart, elkísérve a kereskedelmi csoport beszállító és üzleti partnereiből, valamint média képviselőiből álló több mint 100 fős mezőnyt a 6 Kelet-Magyarországon működő élelmiszeripari üzembe és a Coop csoport 2 tagvállalatának üzleteibe. A szeptember a hazai termékek hónapja a Coop kereskedelmi csoport életében. Üzenetük a minőségi magyar termékért, erre hivatott felhívni a figyelmet a Coop Rally is. Az volt a célunk, hogy a magyar élelmiszeriparra figyelmet állítsuk. Az alapvető érdekünk az, hogy Magyarországon minél több jó minőségű terméket megtermeljünk. És ezekben a termékekben magyar alapanyag van, magyar feldolgozók dolgoznak, munkahely lehetőséget ad, bevétel lehetőséget adóznak, és világos ebből van vásárlás, ebből van fejlődés. A korporálnak egy nagyon jó lehetősége, a másik, bemutatjuk azt is, és visszagondolva a mostani helyszínre is, milyen változás történt. Ha megnézzük, mi volt ezelőtt 10 éve, mi van most, az óriási változás van, amire mindenki büszke lehet. A rally mai második állomása a Márka Üdítőgyártó Kft. Felső Lajosi üzeme volt. A cég szintén kimagasuló a hazai élelmiszeripar és kereskedelem területén, mai nappal negyedik fejlesztési szakaszának lezárásaként indította el új gyártósorát. További két mai vidéki helyszín követően holnap zárul az esemény, melynek fővédnöke idén is dr. Nagy István agrárminiszter. A 18. Coop Rallyval bővebben a Kiemelő című magazinunkban foglalkozunk. Jelentősen nőtt nyáron a Kecskeméten töltött nemzetközi vendégészakák száma. A nyár első két hónapjában 27%-kal több külföldi vendég szállt meg itt, mint egy évvel ezelőtt. Kecskemét 27%-os növekedést ért el a nemzetközi vendégek szálláshelyi forgalmát tekintve június és július hónapban. Ez derül ki az NTAK, vagyis a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ felméréséből. A legnagyobb, több mint 32%-os növekedést Debrecen mondhatta magáénak. Ezt követi a dobogó második fokán holt versenyben Siófok és Kecskemét. Mindkét város hasonlóan jelentős mértékű növekedést ért el. Egy nagyon erős nyár van mögöttünk, és valóban elsősorban a külföldi vendégészakáknak köszönhetően. Ennek az okát természetesen mi is vizsgáltuk, és elsősorban annak köszönhető, hogy az üzleti élet nem állt meg.
tehát gyakorlatilag a városban történő ipari fejlesztések miatt a nyári időszakban is a külföldről érkező üzletemberek szállodákban szálltak meg, valamint az átutazó forgalom is továbbra is elég jelentős volt ebben a két hónapban. Juszko Anita, a Four Points by Sheraton Kecskemét igazgatója, valamint a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének alelnöke. Azt mondja, az átlagos tartózkodási időt is érinti a növekedés, ami a külföldi vendégeket illeti, ám a magyar vendégek száma náluk nem nőtt. A belföldi vendégek tekintetében én azt gondolom, hogy számos, nagyon színvonalas rendezvény volt a nyáron, ugyanakkor azért az látszik, hogy ez elsősorban a városközponti szálláshelyeken jelent forgalom növekedést, így összességében azért annyira nem dinamikus a tendencia, mint mi azt várnánk, így egy ilyen stagnáló állapotról beszélhetünk. A nyár első két hónapjában az NTAK adatai szerint 2,9 millió külföldi és hazai utazó 7,9 millió vendégészakát töltött a fővároson kívül. Budapest és a Balaton mellett a nyár slágerének számított több vidéki úti cél is. Kecskemét 30 ezer vendégészakát köszönhetett nemzetközi vendégeinek. A svájci nagykövetség, valamint a svájci magyar kereskedelmi kamara szervezésében svájci magyar üzleti fórumot tartottak ma a Neumann János Egyetem egyik előadójában. Az eseményen részt vette a svájci nagykövet, valamint Gál József alpolgármester. Alpesi kürt szóval köszöntötték a vendégeket a Neumann János Egyetem aulájában, akik a svájci magyar üzleti fórumra érkeztek. A program fő tematikája az oktatás, a társadalmi gazdasági fenntarthatóság és az innovációk köré szerveződött. Mindez persze a svájci napok keretein belül. Úgy gondoltuk, hogy azért adjunk ennek egy komolyabb, tudományosabb hátteret is. Tehát ezt gondoltuk, ami az oktatás, a képzés, az egyetemi képzés, innováció, gazdasági, vállalati kapcsolatok adják magukat. A vállalati oldal már csak azért is erős, mert Kecskemét ebből a szempontból kiemelkedik magyarországi települések közül. Talán a legtöbb svájci hátterű vagy tulajdonosi hátterű cég van, főleg a Szent István körúton. Az eseményen köszöntőt mondott Jean-François Parot, svájci nagykövet, valamint Gál József, Kecskemét alpolgármestere, aki egy kerekasztal beszélgetésen is részt vett. Az oktatás, a duális képzés, az innováció és mindezeknek a vállalatok és az egyetem együttműködésében történő, illetve az iparkamara együttműködésében történő szervezése, szükségszerűsége, eredményei lesznek a téma az ott helyet foglalók között, úgyhogy ebben a körben fogom én is elmondani a tapasztalatainkat. A Hogyan legyünk innovatívak kerekasztal beszélgetéseken kívül a résztvevők meghallgathattak többek között egy előadást a svájci innovációs ökoszisztémával kapcsolatban, valamint egyet a magyar kormány perspektívái a kutatásfejlesztés területén témakörben is. Egykori ganfos hallgatók emlékezetes fényképeiből nyílt tárlata a kampusz előtti területen. A kiállítás 60 év emlékezetes pillanatait öleli fel, és mutatja be az érdeklődők számára, és fontos része a GANF Műszaki és Informatikai Kar ünnepség sorozatának. 1964-ben alapították a GANF-ot, mely példaértékű volt és hosszú távon gyökere teresztett a településen a felsőoktatás vonalán, nyitotta meg a tárlatot dr. Habír Fülöp Tamás, az egyetem rektora. Az elmúlt évek során egy olyan folyamatosan fejlődő intézményről beszélhetünk, amelynek nem csak múltja, hanem jövője is van a következő évtizedekben. Folytatta gondolatait a rektor. Az idei tanévet a kampuszon közel 2000 gólya kezdi meg, 60 évvel ezelőtt még csak 224 elsős hallgatója volt az akkor még GANF automatizálás és gépipari felsőfokú technikumnak. Az elődök elköteleződésükkel, felkészültségükkel megalapozták a kecskeméti képzést, hozzájárultak a sikerek tartosságához, és egy olyan közösség formálódott, akik szakértelmükkel és tudásukkal országos szinten is hozzájárultak a fejlődéshez. A 60 éves múlt üzenete erőt és kitartást is jelent a jövő generációjának.
Halcman Szilvia, beiskolázási igazgató kiemelte, hogy nagyon hangsúlyos előkészítője ez a tárlat a 60 éves programsorozatnak. A kiállítás fotóit az egykori hallgatók küldték be, hogy visszaadhassák azt a diák életet, amely már akkor pezsgő volt a karon. A beiskolázási igazgató elmondta, hogy most szervezik a GANF történetének legnagyobb öreg diák találkozóját, melyre már több mint 500-an jelentkeztek, és egyúttal újra szerveződtek az egykori évfolyamok is. A kiállítást szeretnék az itt élők felé is nyitottá tenni, hiszen a GANF műszaki és informatikai kar szerves része Kecskemétnek. Szeptember 14-én és 15-én, tehát most szombaton és vasárnap debütál a Művészetek főutcája elnevezésű programsorozat, melynek ötletgazdája Cseke Péter. A rendkívül gazdag kínálatban a Magyar Művészeti Akadémia minden tagozata képviselteti magát. A rendezvény idejére lezárják a Rákóczi út városból kivezető oldalát, de már csütörtökön is forgalmi változásokra lehet számítani. Szombaton és vasárnap, vagyis szeptember 14-én és 15-én a művészeteké lesz a főszerep a Rákóczi utcán. Most rendezik meg ugyanis első alkalommal a Művészetek főutcáját, amelynek ötletgazdaja Cseke Péter. Csütörtöktől 16 órától az Aldi előtti parkoló le lesz zárva. Szombaton reggel 6 órától megállási tilalom lesz érvényben a Klapka, Fecske, Bercsényi utcák, Bem utcáig terjedő szakaszain. Továbbá a Mátyási, Bezerédi, Károly és Vakbottyán utcákon. A megállási tilalmat az indokolja, hogy ezen utcák Rákóczi úti csomópontjai 14-én 14 órától lezárják, tehát Zsák utcává válnak, és mindegyik utcán idéglenesen kétirányú forgalom lesz az ott lévő ingatlanok megközelíthetősége érdekében. A Rákóczi út vasútkert irányába vezető oldalát szeptember 14-én 15 órától teljesen lezárják a forgalom elől, tehát a Csányi János körútról sem lehet majd jobbra kanyarodni a Rákóczi útra. A Rákóczi út lezárása miatt a közlekedők részére a Csongrádi út, Vörösmarty utca, Bem utca, Kuruc körút, Betlen körút kerülő út ajánlott. A helyi és távolsági autóbuszok cifrapalota és víztarany megállóhely idéglenesen megszűnik. Helyette a Bem utcán a Pacsirta utca közelében lesz kialakítva idéglenes megálló. A szokásos forgalmi rend szeptember 16-án hétfő reggeltől visszaáll. A Rákóczi út idéglenes lezárása buszforgalmat is befolyásolja, szombaton 15 órától vasárnap 24 óráig lezárásra kerül. A Rákóczi út páratlan oldala így ebben az időszakban a Kiskörút irányából a Betlen körút felé közlekedő autóbuszjáratok terelő útvonalon közlekednek. Az autóbuszjáratok a lezárt útszakaszon található cifrapalota megállóhelyet és az aluljáró irányában a víztarany megállóhelyet nem tudják érinteni. A helyi autóbuszjáratok számára idéglenes megállóhely a Bem utcán kerül kijelölésre, a Pacsirta utcai kereszteződés közelében. A KEKO kéri az utazóközönség megértését és türelmét. Az MCC Kecskeméti Képzési Központja szervezésében tartott élménybeszámolót Varga Csaba hegymászó, aki a Gyilkoshegy néven is számon tartott több mint 8000 méteres Nanga Prabhaton megélt élményeiről, az extrém hegymászás titkairól mesélt kedd délután a szép számban összegyűlt hallgatóságnak. Az előadás kezdetén, mely a Deák tér Kodály termében zajlott, a Matthias Corvinus Kollégium kecskeméti képviselet vezetője Kovács Anita köszöntötte a legsikeresebb napjainkban élő magyar hegymászót, Varga Csabát, aki a tehetséggondozó program két hetente megrendezendő nyitó eseményének első vendége volt. A sportoló először megemlékezett a közelmúltban elvesztett hegymászótársakról, a tragédiák következtében sem tört meg azonban hite. Elmondta, hogy 2013-ban próbálkozott először 8000 méter fölötti magassággal, s hogy az igazi kihívás 6500 méter fölött kezdődik. A hegymászók kisegítő oxigén és serpák segítsége nélkül indul neki a magaslatoknak, melyről eredeti foglalkozásához az építész szakmához híven modellező videót is bemutatott a közönségnek. A világ egyik legveszélyesebb hegyén járt Varga Csaba saját felvételei által valóban a 8126 méteres Pakisztán és Kasmír határában fekvő Nanga Parbat jeges sziklájn. Csúszós lejtőn érezhették magukat a jelenlévők, miközben olyan informatív részleteket is megtudhattak, mint például miként kell visszaereszkedni az alaptáborba aklimatizálódni, az oxigén szint helyreállításával, mely művelet azonban csak 6500 méterig lehetséges.
A nagyváradi képviselőként is ismert Varga Csaba, aki 2013-ban próbálkozott először ebben a magasságban. 10 év alatt 6-ot hódított meg a világ 14 extrém magasságú hegyéből. Ezzel jelenleg ő a legtöbb 8000-es csúccsal rendelkező, ma is élő magyar hegymászó. Egy hét alatt 65 rendőri intézkedést igénylő baleset történt Bács-Kiskun vármegyében. Az egyenruhások pedig 20 olyan autóst igazoltattak, akik a vezetés megkezdése előtt szeszes italt fogyasztottak, közülük 4-en balesetet okoztak. Az elmúlt héten a megengedett sebesség határokat regisztráltan 2830-an lépték át. A szabálytalankodóknak legalább 50 000 forint közigazgatási bírságot kell fizetniük, ám most is akadt olyan, aki ennél magasabb összegű bírságra számíthat. Az 5-ös számú főút 77-es kilométerénél 60 km/h sebességkorlátozás van érvényben. Ennek ellenére volt olyan sofőr, aki 147-tel közelítette meg a szóban forgó útszakaszt, ő 210 000 forintról fog büntetést kapni, míg annak az autósnak, aki ugyanezen a szakaszon 123 km/h ment, 140 000 forintot kell fizetnie. Lezárult az átigazolási időszak, amely jelentős változásokat hozott a kecskeméti TE házatáján. 9 játékos érkezett, 5 elment, 4-et visszarendeltek, 1-et pedig kölcsönadott a klub. Tóth Ákos, a KTS sportigazgatója, a kecskeméti televízió sportmagazinjában nagy veszteségnek nevezte Horváth Krisztófer visszarendelését. Az Angliába igazolt Szűcs Kornélis hiányzik a csapatból, de értékesítésére büszke a klub. A sportigazgató a 9 új igazolás kapcsán azt mondta, ez is azt bizonyítja, hogy a hazai játékosok között jó híre van Kecskemétnek, mert itt biztosított az előrelépés lehetősége anyagi és szakmai szempontból is. A megújult csapat célja a mostani idényben, a nagyon erős csapatok között is a legjobb 10-ben maradás. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer röviden. A Coop üzletlánc a korábbi évek hagyományait követve immár 18. alkalommal szervezte meg a minőségi magyar élelmiszer előállítást és termékeket középpontba állító Coop Rallyt. Jelentősen nőtt nyáron a Kecskeméten töltött nemzetközi vendégészakák száma. A nyár első két hónapjában 27%-kal több külföldi vendég szállt meg itt, mint egy évvel ezelőtt. A svájci nagykövetség, valamint a svájci magyar kereskedelmi kamara szervezésében svájci magyar üzleti fórumot tartottak majd Neumann János Egyetemen. Szeptember 14-én és 15-én debütál a Művészetek főutcai elnevezési program sorozat. A rendezvény idejére lezárják a Rákóczi út városból kivezető oldalát, de már csütörtökön is változásokra kell számítanunk. Önök a híres híreket, a Kecskeméti Televízió híradóját látták, most következik a kiemelő. Mai magazinunkban Szigeti Lászlóval, a Kecskeméti Szatyor Egyesület elnökével beszélgetünk a nemrégiben nyílt új átadópontjukról. Ezt követően megtudhatják, miért fontosak a hazai termékek, és milyen különlegességgel hívják fel a figyelmet rájuk immár 18. alkalommal. Olvassák és nézzék hírportálunkat, a cím híres.hu. A híres híreket 20 óra 40 perckor és 22 óra 20 perckor. Éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 órakor ismételjük meg. Ezen kívül a kecskeméti.tv.hu weboldalon bármikor ismét megtekintetik. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor várjuk Önöket. Köszönöm a esti figyelmüket, viszontlátásra! Csütörtökön tovább növekszik, vastagszik a felhőtakaró. Estére várhatóan esőre, záporra kell számítani. Néhol esetleg zivatar is kialakulhat. A szél megerősödik, helyenként viharos lökések is kísérhetik. Ezzel együtt markáns lehűlés érkezik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 13 fok, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 27 fok között várható.
Pénteken erősen felhős vagy borult idő valószínű. Többfelé kell számítani esőre, záporra, kiadós mennyiségű csapadék várható. Egyre nagyobb területen fordul északnyugati északi irányba a szél, a minimum hőmérséklet 9 és 11 fok, a maximum hőmérséklet 12 és 14 fok között alakul. Szombaton többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, legfeljebb néhol elszakadozottabb a felhőtakaró. Továbbra is többfelé valószínű eső, zápor jelentős mennyiség eshet. A szelet erős, viharos lökések kísérhetik, hajnalban 8 fokot, napközben 10 fokot mérhetünk.